Sziasztok! Ebben a videóban a hegemóniát nem sokkal megjelenése előtt bemutató cikket olvashattok, amit a 2002. novemberi GameStar-ban találtam. A cikkoldalak megmutogatása után egy-két kommentárt én is hozzáfűzök, utána pedig a játéknak az úgynevezett rolling demóját tekinthetitek meg, és azt is elmondom, hogy az micsoda, ha esetleg valaki nem tudná. Na, akkor egy-két dolgot én is mondanék a cikkről. Itt az első oldal végén olvasható, hogy ahány százalékkal túllépik a költségek a bevételeket, pont annyival lesz kevesebb az egységek életereje is. Ez a megfogalmazás így nem teljesen pontos, mert a játék kézikönyve szerint a hajók fenntartásának a költsége vonódik le először a bevételünkből, és utána az egyebek, például a gyártás vagy a kutatás. Így elméletileg az is előfordulhat, hogyha bevételünk még elég a hajók fenntartására, akkor azoknak nem csökken az életpontja, de a gyártásra ezen felül már nem elég, akkor az leáll vagy akadozni fog. Velem mondjuk még nem fordult elő, vagy nem vettem észre, hogy pont ezen a határon legyen a bevételem, hogy a hajók fenntartására még elég, de gyártásra vagy egyéb dolgokra már nem. De ez nyilván nem egy kimondott hiba a cikkben, mert ilyen apró részletet lehet nem volt alkalma megfigyelnie a cikket író embernek a tesztelés alatt. A második oldalon azt írja, egy nagy közös életerőpontjuk van a több hajóból álló csoportoknak, aminek csökkenésekor egyre fogyatkozik a csoportban lévő hajók száma. Hát szerintem ez nem így van, mert az én megfigyeléseim alapján, ha például vadászok harcolnak, akkor amelyik űrhajó több találatot kap, az nyilván hamarabb is robban fel, mint a másik. Vagy pedig, ha mégis a hetes csoport vadásznak egy életpontja van, egy közös életpontja, akkor nagyon jól meg van csinálva, hogy ezt ne vegye észre az egyszerű játékos. Vagy pedig esetleg a cikkíró által tesztelt 95%-osan kész verzióban még így volt, de az elég furcsa szerintem, hogy az utolsó 5%-ban ilyen nagy változtatást tegyenek, hogy ezt kiveszik ezt a közös életpontot, és inkább egyesével sebződnek a hajók. De ha mégis megtették, akkor nagyon jó változtatás volt. Amit ez alatt írnak, az viszont kétségtelenül így van, hogy két félig legyepált csapatot nem lehet egyszerűen összevonni. Én ennek a funkciónak még nem éreztem a hiányát, de előfordulhat például egy kiélezett háborúban, hogy maximális mennyiségű harci egységed van, és van ezek között két darab 2x4-es korvett egység, amiket nem tudsz hazaküldeni kipótlásra, mert ellenséges területen vannak távol a saját bolygóitól, ilyenkor hasznos lehetne összevonni a kettőt egy teljes 4x4-es egységé, és akkor már is felszabadul egy hely, és gyárthatod otthon a következőt. Végezetül pedig a cikk harmadik oldalán az olvasható, hogy a látványt egyedül a hajók űrbázisok irányító almenüje rombolja, mely az egyéb látványelemek mellett úgy virít, mint tepertő az orosz krémtortám. Hát, szerintem ez alatt a képen is látható, a kiválasztott hajókon jobb kattintással előhozható menüt érti a cikkíró. Erre csak azt tudom mondani, hogy komolyan ebbe köt bele. De hát lehet, hogy nagyon keresett valami kifogást, hogy ne az legyen, hogy magyar játékról csupa jó dolgokat ír a magyar cikkíró. Esetleg tényleg lehetett volna ez a menü is olyan stílusú, mint a jobb felső sarokban látható információs ablak, de nekem a jelenlegi formájával sincsen semmi bajom. Most ha például zöld háttéren fekete betűk lennének, akkor sokkal jobban elütne az egésztől. Most pedig következzen ez az úgynevezett rolling demo, majd megnézhetitek az elejétől is, úgyhogy nem beszélek rá, csak először elmondanám, hogy mi is ez, ha valaki esetleg nem tudná. A hagyományos játék demo ugye a játékból kiragadott ilyen egy-két esetleg több pálya, hogy kipróbálhassuk, hogy milyen is a játékmenet, megnézhessük, hogy is néz ki a játék. Egy rolling demo esetében csak az utóbbira van lehetőség, ez ugyanis csak egy a játék motorjával megjelenített animáció,
olyan, mintha egy videót néznénk, csak mégis dolgozik a számítógépünk, így megnézhetjük azt is, hogy futna az adott játék a mi számítógép konfigurációnkon. Maga ez a rolling demo nincs meg nekem, csak videó formájában találtam meg neten. A leírásban be is linkelem egyfajta forrás megjelölésként, hogy hol is találtam. Ami még megfigyelhető ebben a rolling demóban, hogy a jobb felső sarokban a játék neve nem Hegemóniaként van betűzve, hanem csak Hegemónia. Nekem az a tippem, hogy ez ilyen észak-amerikai kiadás lehet. És a demóban ezen a földszerű bolygón megfigyelhető ilyen fekete, villogó textúra hiba, hasonlóan az én játékfelvételeimhez. Szerintem ezt az okozza, hogy aki felvette ezt az animációt, ő is egy jóval újabb számítógépen futtatta azt, mint ami erre készült. Na és akkor most már következzen ez a rolling demo az elejétől az én dumálásom nélkül.